Irodalmi összeállítással kezdjük gálaestünk második részét is. Közreműködnek Rátóti Zoltán, Császár Angela, Újhelyi Kinga, Szarvas József és Oberfrank Pál színművészek. Ág István, Magyar Katalin. Megörökített halál almárium szagában kallódik képe valamelyik fiókban. Ő maga lapátolt földben, időn túli soványan. Lepréselt lilium szál félretéve. Van-e keresztje? Vagy már kimosódott? Isten tudja, hová lett, mint az én véres ingem. Magyar Katalint kiégették az őzből. Szabadjon élni megint. Ballonkabátom én is elégettem. Ballonkabátok ősze. A szél zöld-piros, kék-fehér szárnyal sárgára váltan vitorlázott a karomba. Minden szentek napjának nem volt még annyi halottja, nem égett annyi gyertya az elsötétítésben. Vörös rész töltény a szívkamra sötétben. Kórházi ágyon pislákoltam. Most a kórházkert húsvéti tapéta, korhadcsont színű farra, átvilágított szellő, remény lehellet. Minek gondolna Magyar Katalinra, aki a Terézvárosban a 16 éves vörös keresztest lefényképezte, akár a vadorzó, és a rossz fölvételt nekem adta. Valahol itt. Valamelyik fiókban oszlik barna homályá, valahol fényes földi lak pácolja nyakcsigolyáit. Nem látom. Mintha látnám ballonkabátba csavartan. Homlokán csukja gyapja, szelíd arcával lepke bárány, zsandárk és zója negatívja hanyat. A pesti járdán. Mindétiglen a járdán. Mennyi színházi topánka porozta, azóta mennyi utcaseprő söpörte hiányát, és hányszor hessegettem. Tűnj el, szabadság! Ragályos halálod öröklődik, akár a vérbaj. Nem szabad szeretni engem. Hasonlított a lányaimra. Első lelőtt szerelmem. Nincs emléke a rejtek szülőszobáról, szülőanyává hamisított nevemről, mikor a sebem bűn volt, és professzorokká tanítatott a század szökevény és disznóbújtatásra. Gézből szivárgott sebem vallomása. Ülj az ágyamra. Hadd fessek túl nagy köpenyedre véremmel gyereket, pontosat, mint az iskolában. Jókai Anna, krónikás ének, 1956-2006 részlet. Virágos az ágyúk csöve, világszeme rajtunk, gyanútlanul kiáltjuk, győzött forradalmunk. Áldozati Krisztus,
Nem áhítunk bosszút, mutasd meg, melyik az a rossz út. A rabló most nem rabol, a csaló most nem csal, nyöszörög az ördög, felkacag az angyal. Hótiszta Krisztusunk, a szennyet rólunk mosd le, irgalmadat nagylelkűen hozd le. Most aztán elég, vége a gyereknapnak, akik még mozognak, mind fűbe harapnak. Nem szűnt meg, csak átalakult a magyar nép forradalma. Védőszárnyát ránk borítja a szovjet dicső hatalma. Bimbóban letiportak, voltunk élők, mostan holtak, létjogunkból kitagadtak. Megcsúfolt Krisztus, emlékezz! Nem lesz itt megtorlás, fogatkoztak égre, földre, és akiket elkaphattak, összeverték kékre, zöldre. A hóhérok tetszelektek nyájas interjúkban, puska után kutakodtak minden pincejukban, kelepce, csalétek. A hűség a legnagyobb vétek. Elárult Krisztus, Júdás csókja rajtad. Miért ismétlődik az ősrégi történet? Nagy Gáspár. Örök nyár, elmúltam 9 éves. A sír, mi? Nincs sehol a sír. A gyilkosok, a test se. Itt mi? Nincs sehol a test se. Ott a csont, a gyilkosok. Mi? Sehol a csont. Postscriptum. Egyszer majd el kell temetni. És nekünk nem szabad feledni a gyilkosokat néven nevezni. Magyar abszurd, rendezői példány. Nálunk két várándítás között történelmileg úgy alakult, hogy a hóhérok, a vérbírák, a sortűzvezénylők, a szadista államvédelmisek, a legfőbb ügynökök és a megzsarolt kis besúgók sem tudnak képtelenek megbocsátani áldozataiknak, függöny. Ezért aztán csak eltemetni az áldozatokat már nagyon késő, de néven nevezni a gyilkosokat, etc. még mindig túl sok azoknak, akik függöny. Csendes. Újra csendes. Újra függöny. Bella István. Önéletrajz. 1996, Tóth Bálintnak. Ötvenhat éves vagyok. 1956-ban
Születésem után születtem. Utána életfogytiglani életvesztésre ítéltek. Ebből lenyomtam 30-valahány évet. Azóta szabadlábon vagyok. De nem tudok mit kezdeni magammal. Hiányoznak a falak, a rácsok, a bebádogozott ablakok. Az édes cirklit se pótolják a kívül és bennem kémlelő csillagok. Még szerencse, hogy néha-néha egy-egy smasszer, foglár szembe jön velem az utcán, s fő-fő Mercedesét, olykor maga a főbéra is elsuhog. Különben azt hihetném, idekün vagyok. De ha szabadulok, ha ítéletem végképp kitöltöm, és e föl rózsa dombozott földön, jut még egy testnyi cella legalább. Ha meghalok, jó barát, azt írjátok fölében. Halt, ennyi vagy annyi évet. Élt 13 napot. Tóth Bálint, Magyar Litánia. Hallottátok, hogy mondatott, szemet szemért és fogad fogért, hallottátok, hogy mondatott, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségeidet, én pedig mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. Sokat kérsz, Jézus, nagyon sokat. Feledni éjszakai vad hánykolódásokat, egy hónapban két éjjelt börtönben töltök, és két havonként felakasztanak. Sokat kérsz, Jézus, nagyon sokat, hogy megszeressem a hóhérokat, és imádkozzam az ellenségeimért. Pedig tudom, ez az egyetlen út, ki megnyithatja a szent kaput, hol a szeretet ég. De befogadni az igaz igét, hogy magam előtt se legyek hazug, tudod, Uram, ez 100 szentnek elég. Igaz, ha annyi vagyok, mint ők, semmi vagyok. Nézem Krisztus a tévét, ez mind élő, halott, pöszög, dadog, nem bánt meg semmit, nem kér bocsánatot. Hadd kérjem tőled, én megbocsáthatok? Megbocsáthatok-e a cvikkeres nagyért? A húrihorgas pálinkás őrnagyért, Maléterért és Mansfeld Péterért, a Kossuth téren meggyilkoltakért, a Magyaróváron meggyilkoltakért, a Salgótarjánban meggyilkoltakért, a 300-akért, az 500-akért, és ki tudja, hogy hány ezrekért, a pesti srácokért és a pesti lányokért, angyalért és angyali Gérecért, és a korábbiakért, Donátért, Kis Szalézért és Apor Vilmosért, a Recsken haltakért, a vallatáskor agyonvertekért, a börtönökben égig kínzottakért, tyúkketrecbe telepítettekért, és a határon agyonlőttekért, és a későbbiekért, Bériért, Gáliért, és ki tudja még kiért, ki korábban halt, mint rendeltetett. Uram, itt valaki felfejtette te szent törvényedet.
Hány sor kéne ide? Hány sírkős kopjafa? Mert ezt a magyar litániát nem fejezhetjük be soha. Mégis, fejezzük be. Mi nem kezdhetjük újra, de véssétek gránitba, bazaltömbbe minden időre, minden bűnös nevét. Jegyezzétek fel. Ennyi elég. Mi nem kezdhetjük újra. Most felkérem őszi irodalmi gálán kedves vendégét, Ókovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját, hogy fáradjon a színpadra. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy több új bemutatóval is emlékeznek az 1956-os forradalom 60. évfordulójára. Kérem, mondja el nekünk, hogy milyen új produkciókat láthat az érdeklődő közönség az Operaházban és az Erkel Színházban ebből az alkalomból. Köszönöm szépen a meghívást az operisták nevében is a mai alkalomra, még akkor is, hogyha csak keressük a helyünket ezen a színpadon, mert az irodalom világa az képes gyorsabban reagálni a történelemre, de még azt is hiszem, hogy egy szóló gordonkadara fölé is könnyebb odabigyeszteni, hogy in memoriam 56, mint operát írni róla, pláne balettet. Tehát a mi műfajaink absztraktabbak ennél, lassabban mozdulnak, nehezebben tudunk, talán sosem tudunk ilyen szívemarkolóan történelmiek lenni, eközben meg közben lirát is nyújtani, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek, és külön köszönöm a meghívást. Amit mi próbáltunk tenni az elmúlt egy hónapban, az nagyjából ezt a problémát, ezt a sutaságot járta körbe. De hogyan tudunk mi a mi elemelt műfajainkkal stilizálva olyasmiről beszélni, ami egy opera színpadon nem válik közben nevetségessé, nem kezdik rögtön szétszedni történészek pro és kontra. Úgyhogy 13 féle programot dolgoztunk ki, 32 előadást tartottunk, 3 kiállítást is. Közötte volt fotókiállítás, voltak korabeli festmények, akkoriban készült emigránsok által készült festmények, cigányhősök plakátjai is voltak, de hát ami színpadon szerepet játszott, az a legérdekesebb talán. A legfontosabb ilyen típusú premierünk az egy finn zeneszerző nevéhez fűződik. Mondhatnám röviden, hogy ő a finnek Szokolai Sándora. Nagyon sok közös vonás van, egyébként a kortársak is voltak. Eino Juhani Rautavaara, így hívják a finn urat, szegény a nyáron pont elhunyt, de még meg tudtuk látogatni őt a karmesterrel, Bogányi Tiborral, és első operáját vittük színre, amelyet a finn színházak nem mutattak be a mai napig. Tehát érdekes volt, hogy így mondjam, egy kicsit elégtételként is néztem a nyugati világ egyik országára, a büszke Finnországra, amely nem mutatta be az operát, mi viszont idehaza ezt az 56-os ihletési operát bemutattuk, finnül megtanultuk, hívtunk hozzá finn rendezőt, jelmez és díszlettervezőt is, meg egy finn főszereplőt, a többi szerepet mi alakítottuk, a kórus is megtanulta finnül, és mindenkinek el kellett jönni Helsinkiből megnézni a finn darabot Budapestre. Gondoltuk, hát ha visszahívják, arra már nem volt pénz. Amikor megkérdeztem az öreg zeneszerzőt, még kint Helsinkiben nagybeteg volt már 2 évvel ezelőtt, hogy miért nem mutatták be ezt a darabot, hiszen önnek további 8 operáját meg mind bemutatták. Azt mondta, fiatalember, nagyon közel van a szovjet határ. És Finnországban, ezt azt hiszem, talán nem csak én nem tudtam, mások se, Finnországban a Szovjetunió diktált. Semleges ország volt, de nem úgy, mint Svájc vagy esetleg Ausztria. Finnországban a Szovjetunió még beleszólt a színházi életbe is. Erről a finnek keveset beszélnek, maguk között ezt kódolva mondják, azt mondják a fagyott éjszakák kora. Ezt is így megtudtuk. És szerettük volna, hogyha azért ez a fekete finn opera, amelyik egy magyar, nem közismert 56-os történetet dolgoz fel, egy bányaomlás
és egy bányász sztrájk történetét. Persze a vége szomorú, mert visszajön a komisszár, és jól ledöfik az ellenállók vezetőjét. De szerettük volna ezt ellenpontozni egy új magyar darabbal, ezért egy kis opera pályázatot bonyolítottunk le, egy meghívásosat. Csupa az operázban eddig még nem operával nem debütált szerző jöhetett el rá. Végül így alakult, hogy Varga Judit tudta megzenésíteni a megadott témát, ez pedig a Makkároly féle Déri Tibor novellákból írott film, a Szerelem volt. Úgyhogy lett egy nagyon fekete, macsó, kemény dodekafon darabhoz képest a szünet után egy nagyon fehér, nagyon pasztelles női opera, hiszen abban a filmben is emlékeznek egy domináns férfi szereplő, és csak a végén jelent meg János, a börtönből kijövő elítélt Dalvas Iván játszotta. És hát ez volt a legfontosabb ilyen, hogy is olyan konkrét bemutatónk, de ugye ebben is minden stilizált azért, úgyhogy talán nem merészkedtünk túl a saját határainkon, és emellett volt még számos dolog, mondjuk egy Spartacus balett, ami szintén a lázadásról, az elnyomásról szól, és még egy csomó dolog, és a végén persze egy Verdi Requiem az áldozatokért. Tervezik, hogy ezeket az előadásokat repertoáron tartják az emlékév elmúltával is? Nagyon nehéz, mert ahhoz el kéne jönni és meg kéne őket nézni. De a magyar közönség a kortárs zene iránt kevéssé fogékony. Nem érdemes másról beszélni, csak a valóságról. Úgyhogy 4 előadás nyögvenyelve le tudott azért menni. Felvettük televízióra, és meg lesz ez nekünk. Remélem, hogy legalább a magyar darabot, a Szerelmet majd a Kék szakállúval párba állítva néhány évben vissza lehet hozni, de az az igazság, hogy példás az, amikor minket erre buzdítanak, de ha nincs kinek, akkor az csak pénzpocsékolás volna, tehát üres nézőtelőt nem lehet játszani. Úgyhogy valamennyinek van teendője a tekintetben, hogy a kortárs költőket, meg a kortárs zeneszerzőket is megtanuljuk, megtanítsuk érteni a társadalomnak. Úgyhogy ez még azért, ez a feladat még hátra van. Fontosnak tartják azt, hogy vendégszerepléseik alkalmával a magyar operát a külföldi vendégszerető közönségnek bemutassák? Fontos lenne. A helyzet az, hogy egy opera előadásnak a külföldre repítése az azt jelenti, hogy mondjuk elmegy 150 ember alsó hangon, egy csomó díszlet, jelmez. Ezt ma már Európában nem lehet megcsinálni. Tehát ha érkeznek is hívások, mondjuk mennénk egy ÉSZT fesztiválra, ott is úgy van, hogy de hát jussunk ki, aztán ott már megaltatnak minket, hát ez nem így megy, ezek pokoli költségek. Sokkal egyszerűbb meghívni egy magyar népzenekart, meg hozzá egy énekest, és járják a világot, hogy a Győri Balettet 24 táncossal, meg egy hangfelvétellel. Az operaház nem tud turnézni, mert senki nem fizeti ki ezt a pénzt. Sokba kerül. Távol-Kelet fizet, meg az arab világ. Amen. Úgyhogy ez irányban nem tudok túl sok mindent felmutatni. Szeretnénk, hogyha eljutnánk a következő évben, amikor az operázat bezárjuk egy kis korszerűsítésre, szeretnénk eljutni legalább a határon túli magyarokhoz, ahol sose jutunk el szintén, de hát az, hogy elvigyük a Hunyadi Lászlót, meg a Vigözvegy balettet, ahhoz 350 ember kell, és hát nagyon izgulok, hogy ezt a majdnem 1 milliárd forintos költséget ki fogja majd állni. De nagy dolog lenne, Erdélyben 8 állomást, Felvidéket, Kárpátalját és a déli részeket is bejárni, összesen 16 helyen megfordulni. Egy olyan nagy magyar karavánnal, amelyik túlmutat a saját jelentőségén. Tehát jó lenne esetleg majd arról beszélgetni, ha van rá fogadókészség, de miért ne lenne, hogy hogyan tudnak más magyar művészek is erre rácsatlakozni, akár költők, akár képzőművészek, hogyan tudunk egy ajándéktáskát, akár képletes, akár lelki értelemben is átnyújtani az ingyen oda a csarnokokba betérő opera és balett látogatóknak. Úgyhogy mi inkább ebben utazunk, persze megyünk Japánba, meg ilyen helyekre, de magyar műre kevés esély van, hogy úgy mondjam. Hát bízunk benne, hogy a határon túli turné a sikerülni fog. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az őszintességért nem haragudnak, ugye? Köszönöm szépen. Köszönöm. Most ismét a Magyar Állami Operaház művészei következnek. Kodály Zoltán Székely Fonó című daljátékából Rözler Orsolya Hajnalka és Balcó Péter adja elő az Acsitári hegyek alatt című dalt. Zongorán kísér Tóth Sámuel.
Kedves közönségünk, most hallgassák meg gálánk negyedik irodalmi összeállítását. Rátóti Zoltán, Újhelyi Kinga, Szarvas József, Pregicer Fruzsina és Császár Angela előadásában. Kis Benedek, októberi vers. Októberi fiúk. Hogy sírtam én, amikor ökleltek benneteket páncélos orrszarvúk? Testeteket dobtátok a barbár horda elé. Októberi fiúk. Öcsétek voltam, nagy szemem égett, mint benzinpalack. A tehetetlen düsúly alatt hogy sírtam, Istenem, hogy fuldokoltam? Októberi fiúk. Ősz van megint. Őszben őszülve magam bolyongok. Vad szőlő lugas. Sátradba omlok kisírni magamat. Újra. Megint. Döbrentei Kornél, születésnapi halál. In memoriam, Mansfeld Péter. Fenékig ürül Isten haragjának hét pohara. Kőeső ered el a meddő egekből, rendőr lópata kártékonyan, bazalt zuhatag dörögve ömölle, és a kristály szerkezetű vécsökönyösödött vér Himalája halommá emelkedik. Tankágyúkkal immár nyűhetetlen. Onnan lépd el alá a zsenge szabadságtanunc. Nyakában, szűz géppisztolya helyén, hurokkal. Elbitangolt növendék Krisztus, ki történelmivé nagykorúsított a pribékek züllesztette halál. Temetőföldből az a születésnapi torta. S 18 szál gyertya helyén március csatakos hóvirágok tajtékoznak föl, ostyafehéren. Akár az elutasításba belesápadt kegyelemkérő papíros, mint szülés előtt a lepedő, feloldozás után a lélek. Megfordul, hátul szíjjal elszorított csuklói lila csokrával indul vissza az akasztófához. A kozmás sárga borsó főzelék utolsó vacsora íze még fölkereng, és elárad benne, hogy aztán érintetlen, szerelmet soha nem kóstolt teste recsegve nászra lépjen a halállal. Véglegesen elkobzott karórája azóta is jár, élő kis ezüst féreg a rugója, neszezve emészti föl az időt. Működik üzemanyag nélkül az örökké valóság. Olá János, a budai hegyek alatt. A budai hegyek alatt elfogták a pajtásomat, kiverték a két fogamat. Nincs, ki szóba álljon bélem, zsenge füvön alvad vérem. Nincsen ház, amely befogad élő-haló kóborokat. Nyugalmat az úti por ad. Nincs,
aki sebem kimossa, kakuk fűvel borogassa. Sírbakolok csak egyedül, kiver a láz, befed az űr, az izzadt ing vállamra hűl. Nem így volt ez pajtás régen. Vívtunk fegyverrel a kézben, vívtunk, ha kellett és ha nem, én Istenem, jó Istenem, nem ismert ránk a félelem, vívtunk csak a szabadságért, lyukas zászlónk igazáért, a korvin köz, a jutadomb, szén a téren a gyér falomb, soha többé semmit sem mond. Mintha mi sem történt volna. Hallgatás a szánk levarta. Száműzötten, hajléktalan meghúzhatom itt-ott magam, de nem érti senki szavam. Kiröhögnek, ha említem bízvást, miben egykor hittem. Szédelgek a tág ég alatt, s irigylem pajtásomat, kinek a föld nyugalmat ad. Prédájaként pénznek, gőgnek, engem naponta leköpnek. Elfordulok, mint a barom. Kérődzöm a bánatomon, megismerni sem akarom, ki a kötelet hurkolt, a bajtársam bitóra vonta. Alkut, aki lelkünkre köt. Júdás pénze bőven csörög, igaza van, ha kiröhög. Éltesse hát őt az Isten, engem meg halni segítsen. Temesi Ferenc, apám. Részlet. 1956 médiuma a rádió volt. A Szabad Európa meg a Szabad Magyar Kossuth Rádió. Újság, röplap nem jutott mindenhova, de a rádió eljutott. Mi a kisebb dunántúli szabadságharcos adókra vadásztunk a végén. De hát a ruszkik is vadásztak rájuk. Egymás után hallgattak el, mint 68-ban a cseh adók, amelyen ugyancsak három nyelven és ugyancsak azt mondták, hogy itt nem ellenforradalom van, ez maga a forradalom, SOS, világ népei, segítsetek, Isten veletek és velünk. 1956. november 4-e, 5 óra 20 perc. Valahogy mindig fönn voltunk. Rádiók meg kitéve az ablakokba, a két hét alatt. De a ruszki vezértank már 3-án hajnalban beköszönt a városba, és szétlőtte a párt titkár lakását. Hallottuk a jól ismert tájszólásban beszélő hangot. Csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van. A kormány már nem volt a helyén. Kádárék már a Szajuszban, talán Kárpátalján. Az okosok tudják, hol Szolnokon persze, de a magyarok még harcban álltak. És akkor egy másik hang, persze a Szabadnak hit Európa Rádióból. A világ e pillanatban tudja, hogy az árulás, amelynek célja a magyar függetlenség teljes megsemmisítése, magyar gyermekek, asszonyok és férfiak kiirtása nem fasiszta lázadók, hanem a magyar nép ellen tervezett tudatos, cinikus és könyörtelen merénylet. A világ e pillanatban, november 4-én, vasárnap reggel tudja, hogy Európa közepén tömeggyilkosság történt. Egy nemzetet meg akar gyilkolni egy idegen hatalom. A nemzet ezt a gyilkossági kísérletet túléli. Milyen áron? Azt nem tudjuk e pillanatban, de túléli. Minden embernek tudnia kell otthon,
hogy e pillanattól minden, ami odahaza történik, a világ ügye. Együtt pusztulunk, együtt menekülünk. Isten óvja Magyarországot. Csönd. Márai Sándor mondta el New Yorkból, hogyan fogadta Amerika a magyarországi szovjet támadás hírét. Itt a Szabad Európa rádiója. Apám kicsit lehalkította az adást, és annyit mondott anyámnak. Baba, gyújts be a kályhába. De nincs is olyan hideg. Apám, aki elsején még a független kisgazdapárt irodájában volt, valami klubhelységben, ahol a röplapok készítését tervezte, mint a Magyar Nemzeti Forradalom győzött kezdetűt, amiről már leadták a jelentést a Spitzlik, elkezdte odahaza égetni az iratokat. Ő döntött úgy, hogy itthon maradunk. Pedig az ablak alatt ott állt a Pobjeda győzelem, elnevezési ruszki gyártmányú személyautó. Estére már Bécsben vagyunk, mondta Kati néni, aki Kecskemétről jött ide, hogy elmenekítse a legjobb barátnője családját. De apám annyit mondott, maradunk. De miért? Mert magyarok vagyunk. Együtt fogjuk elszenvedni, ami jön. Te? Én nem csináltam semmi különöset. Na, ezért a semmiért veszítettem mindent. De régba törték általános iskolai igazgatói karrierjét. Megalázták, és egyre mélyebbre taszították azok, akiket ő tanított. Végül visszaengedték tanítónak. Beszéd. Ha apám tudta volna, hogy Amerika szarik arra, hogy a magyarokkal mi lesz, de nem tudta. Volt azért egy igaz, mert mindig akad egy, aki leírta. A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom. Sok magyar vérnek kellett elhulnia, és ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. Albert Camus írta ezt. Az apámról két belső barátja és a többiek által jelentett, mintegy 260 oldalas sűrűn gépelt jelentéseket végigolvastam. Rájuk támaszkodva rendőr regényt írtam. De igazából még ma sem értem. Ha egy kisvárosban kis emberek egy kis kocsmában kis fröccsöt isznak, az miért fontos nemzetbiztonsági szempontból? De az dehogy nem. Félni és félni hagyni. A Kádár paradicsomban, a vasárnapi levesben főtt hús mellé adott paradicsomszósz vérből volt. Csak nem vettük észre. Csak most értettem meg apám besúgóinak hideg árnyékában, hogy nem leszek túl soha 56-on. Szakó Gábor, 56 és ma. A szocializmus a világ első igazi, és rögtön a legfejlettebb demokráciájának hirdette magát. Míg nem 1956. október 23-ára kiderült, hogy társadalma piramis alakú ugyan, csak éppen a piramis nem a talpán, a nép akaratán áll, hanem a csúcsán függ. A tartózsinór pedig elszakadt.
Vagy elgyöngült a vasmarok a pártközpontba, ami addig tartotta. Minden esetre az egész roppant építmény lezuhant, és az államgép szétesett. A Lehman Brothers, amerikai ingatlan befektető cég 2008. szeptember 15-én a reggeli órákban hivatalosan csődvédelmet kért. Másnap a Fed 172 milliárd dollárt adott az amerikai pénzügyi szektor két óriásának, de ennek ellenére kitört a világválság. Azaz a nyugati demokráciák piramisa a talpára zuhant, és összetört számos kisebb nemzetgazdaságot, sőt emberi sorsot és társadalmat. A nagyok sem úszták meg sértetlenül. Mi történt? Kiderült az igazsághiány. 56-ban Lengyelországban is nálunk nyilvánvalóvá vált, hogy a szocialista elmélet meg a ráépülő társadalom és gazdaság szervezés súlyosnál súlyosabb hazugságokkal sem tudta leplezni fogyatékosságait. Hogy az elvtársak kilopták a cementet a szocializmus épületéből. A szokás hatalma. 2008-ban az derült ki New Yorkban, hogy a számuk ugyan megvannak a banki főkönyvekben, de munka és tényleges érték nincs mögöttük. Az valahova elpárolgott. És ez kiderült. Márpedig az igazság mindig ki szokott derülni. Olyasféleképpen, mint 56-ban. Először fordult elő a világtörténelemben, hogy egy ország teljes területén és minden munkahelyen, mint egy varázsütésre, mert telefon alig létezett, lakóhelyén és munkahelyén a demokrácia alaptörvényének megfelelően az ott dolgozók választották meg a közigazgatásuk, sőt, munkaközösségük teljes vezetőségét, a munkás tanácsot. Két szempont játszott szerepet. A hozzáértés és a becsület. Ilyenre nem volt még példa az emberiség történetében. Egy új, igazságosabb társadalmi rendszer lehetősége, képe vetítődött az ország, sőt, jelenleg az önmagával viaskodó emberiség tekintete elé. Tudnak erről egy mukkot is azok, akik ma demokráciából akarnak oktatni bennünket. Nem kellene tanulniuk egy kis demokráciát, meg felebaráti szeretetet a mi forradalmárainktól? Mit akartak az 56-os forradalmárok? Hogy a tisztesség és az igazság uralkodjék az országban. Ezért lövettek közéjük a szocialisták akkor. És 2006-ban. Úgy látszik, ennek elterjedésétől félnek némely nyugati elvtársaik is. Félnek a magyar demokrácia szellemétől. Ezért alkalmaznak ellenünk kettős mércét. Szemtanút idézek. Teherautó állt a Decsi főutcán. Kiki dobálta föl rá, amilyen volt. Krumpli, hagyma, oldal, szalonna, sonka, csupor, zsír, méz. Beszolgáltatás sújtott a világban éltünk. A forradalmároknak megy Pestre. A teherautó magyar zászló lengett, s ráírták az oldalára nagy betűkkel, Decs. Hadd vessem közbe. A demokrácia alapja az igazság, az igaz szó és tett. Ennyi igazolás abban a tökéletes demokráciában elég volt. Aztán elhajtott a kocsi. Az emlékezetemből is. 30 év múlva láttam viszont. A televízióban egy súlyosan hazug dokumentumfilm sorozatot adtak a forradalomról. Eredeti filmbejátszásokkal, s azzal a nyíltan bevallott céllal, hogy meggyalázzák az emlékét.
Nos, az egyik bejátszásban megláttam a púposan megrakott teherautót a budapesti utcán tele élelemmel. Rajta a zászlós, a fölirat, Decs. Szóval megérkezett. Kedves barátaim, nyelvtársaim, az élhető társadalom alapköve az igazság. Nélküle nincsen élet, szeretet, szépség, semmi, amiért élni érdemes. De nincsen tisztes gazdaság sem, miből élni lehet. Politika pedig végképp nincs. Estünk befejező műsorszáma ismét a Magyar Állami Operaház művészeinek produkciója lesz. Kodály Zoltán Hári János című daljátékából először a toborzót énekli Bátki Fazekas Zoltán énekművész, majd a Szegény vagyok, szegénynek születtem című dalt Gál Erika művésznőtől halljuk. A Tiszán innen, Dunántúl című dal pedig Gál Erika és Bátki Fazekas Zoltán előadásában hangzik el. Zongorán közreműködik Tóth Sámuel. Ha jól lovas katonálat, te jól vagyon dolgat. Eszik, hiszik a sátorban, semmire sincs gondja. Helye élet, begyöngye élet, ennél szebb sem lett. Csak az egy ilyen katonának, aki ilyet szeret. Szegény vagyok.
Cheers.